Szevasztok, tehát SharePoint Designer, ezzel fogjuk a tartalmainkat szerkeszteni. Mivel az elmúlt időszakban minden program hirtelen egyre több funkcióval, egyre több feladatot tud ellátni, ezért egyre összetettebb program felületekkel kell megbirkóznotok. A megszokott név, címsor, például az, hogy ennek a programnak ugye az a teljes neve, hogy Microsoft Office SharePoint Designer 2007, mellett megvan a menüsorunk, az ikonjaink, amelyekkel gyorsan tudunk egyszerű feladatokat elvégezni, amelyeknek megfelelője természetesen benne vannak az egyes menükben is megtalálhatók, sőt a kibővített változatai, amellett ilyen munkaablakokat látsz. A legfontosabb munkaablak az maga a szerkesztő terület, amelyiknek három nézete van: tervezés, felosztás és a kód. A felosztásban egyszerre látod nagyjából a tervezendő, a megoldandó tartalom megjelenését. Nem teljesen azt fogod látni, mint amit a böngészőben, de majdnem. Illetve a kódot, ami létrejön akkor, amikor te a szerkesztést végrehajtod. A tervezésben dolgozunk általában, de szükségünk lesz jó néhányszor a kódra. Bal oldalt és jobb oldalt munkaablakokat látsz. Ezeket a munkaablakokat be tudod zárni, és meg tudod nyitni, sőt, egyes munkaablakok több lapból áll. Hogyha egy munkaablakot bezártál, de szeretnéd újra megnyitni, akkor a munkaablakok mellőből tudod ezt újra megtenni. Ha végképp összekutyultál mindent, akkor a munkaterület elrendezés visszaállításával gyakorlatilag az alapértelmezett megjelenést kapod vissza. Az alapértelmezett munkaterületek, a mappalista, illetve munkaeszközök, lebegőpaletták, mappalista, a címke tulajdonságai, az eszközkészlet és a stílusok használata. Mindegyikkel külön-külön meg fogunk ismerkedni, illetve a feladatok elvégzése közben tudjuk, megismerjük a feladatukat, funkciójukat. Ez tehát nagyjából a SharePoint Designer megjelenés. Még egy apróság. Érdemes lenne beállítani, hogy az eszközök menü alkalmazás beállításainál egy-két idegesítő dolgot ki kéne kapcsolnunk. Például az utolsó webhely automatikus megnyitása, illetve ne ellenőrizgesse, hogy az Office-e a weblapok alapértelmezett szerkesztője. Innentől fogva gyakorlatilag kész is vagyunk első kanyarban SharePoint Designer használatára.